Szabó Sipos Máté karvezetőtől megtudtuk, régóta tervezte a székelyfonó EGRI bemutatóját. A Kodály gondolat gyerekek nélkül nem hiteles, tette hozzá a karnagy. Ezért a debreceni Kodály kórus és a fellépő művészek mellé EGRI zenetagozatos iskolák gyerekkórusait is meghívta a darabba. Nagy élmény, hogy hogy lehet tényleg, ahogy Kodály ezt gondolta, hogy egyszerű népdalokból ilyen hatalmas formát alakítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon szép este volt, hogy így ennyi emberrel a színpadon és a színpad mellett. A fellépő kórusok tagjai gyakran énekelnek Kodály dalokat. A kihívás az volt ebben az esetben, hogy a zenekarral együtt, meg egy felnőtt kórussal együtt, az nem mindennapi dolog. Az est egyik sztárfellépője volt a debreceni születésű, számos díjjal elismert Gál Erika operaénekes. Sokkal tisztább ez a műfaj. Az operában nagyon sok segédelemünk van, a látvány, a díszlet, a ruha, a nagy kifejezések, és a népdalokat énekelni nagyon egyszerűen, nagyon tisztán kell. A fináléban az est közreműködői egyszerre álltak színpadra.